az a figura, akiben azt tűnik fel, hogy nagyon apró részletekre figyel oda, amikor beszélgetsz fel, és ez néha zavaró, mintha kicsit bogaras lenne. Még a Covid előtti időszakban rengeteg olyan irodalmi program volt, amikor a beszélgetések után elmentünk sörözni, vacsorázni, és vele tényleg úgy, mint ahogy ő a Szimbád alakját irodalmivá ültette, vagy az ő saját nyomozói közegébe betette, ő is egy ilyen szimbádi karakter volt, de még a klasszikus Clooney értelemben, és vele nagyon jókat lehetett enni, elsősorban inni, és beszélgetni. Csabai László, hadd mondjam Csabai Lacinak őt, mert a barátomnak tekintem, vele szinte azonosan indult a írói pályánk. Ugyanaz a személy, Király Levente fedezett fel bennünket idézőjelben, bár ez a szó szerint is érthető, hiszen úgy Laci, mint én novellát küldtünk irodalmi folyóiratoknak, amelyben Király Levente felfigyelt ezekre a novellákra, és javasolta, mikor összeálltak regényé, javasolta a kiadását a Magvetőnek. Egyszerre és hasonlóan indultunk a pályán. Arra már nem emlékszem, hogy verset mutatott először, vagy prózát, és ezt többször elmondta, hogy akkor mi beszélgettünk ezekről a művekről, és megjelentettünk Lacitól néhány szöveget a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemlében, és ő mindig úgy emlegeti, hogy akkor indult el az ő irodalmi pályája. Csabai László szintén a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolához kötődik szerzőként, és ő is tagja korában is, illetve jelenlétével is annak a csoportnak, amely részint az Amfakör, részint pedig az alakuló Vörös Postakocsi folyóirat körül gyülekezett. Gyakorlatilag szerintem mióta az eszét tudja ő író és vagy költő akart lenni, sőt, én emlékszem is gyerekkorunkból, hogy már akkor az első műve, az egy sci-fi volt, az nagyon-nagyon sokat dolgozott rajta, még A4-es rajzlapon írta. Utána is több műve keletkezett, Atlantis, amik ugye nem kerültek publikálásra, de én olyan szerencsés voltam, hogy azért sikerült elolvasnom őket. Tehát ő már nagyon-nagyon korán tudatos volt, tehát írónak készült gyakorlatilag egészen gyerekkorától kezdve. Én emlékszem arra az időre, amikor Csabai Laci megírta a maga első könyvét, és ez a könyv már megjelent, és odaadta Onder Csabának recenzálásra. És Csaba, mint a Vörös Postakocsi főszerkesztője, ha jól emlékszem, egy vita is volt erről a könyvről, vagy legalábbis nyilvánosan ismertette a maga véleményét. Elég kemény irodalomtörténészi ítéletet fogalmazott meg Lászlónak az első könyvével kapcsolatban, de bizonyára hasznosat, hiszen ezek után Csabai Laci több könyvvel, regénnyel, prózával is kilépett a színpadra, és valóban a Magvető kiadó adta ki az egyik regényét, ami pedig önmagában egy rang. Szervusztok! Negyedik ások vagytok, én ugye? Jó van. Gyerekek, gyere Illa, te is. Jól vagytok? Igen. Jó, már rég találkozunk. Tegye fel a kezét, aki még szeretné olvasni tovább. Jó, akkor nektek meghosszabbítom, jó? Akkor álljatok te itt is sorba, akik hosszabbítani szeretnétek. Jó, rendben, mondd a neved. Én már 20 jó néhány éve könyvtáros vagyok, mindig iskolai könyvtáros voltam. Most negyedik éve a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskolai és Kollégium egyik könyvtárosa vagyok. Hatalmas élmény számomra könyvek között létezni, könyveket ajánlani és könyvekről beszélgetni. És csak oda elmész. A fiatal korosztályt szeretem, az úgy 6-tól 8-ig. Ők olvasnak legtöbbet. Ők még annyira nem használják a mobiltelefont, helyette olvasnak. A figyelmem az ő általuk az ifjúsági irodalomra irányult, és vannak is terveim, hogy ifjúsági regényeket, vagy gyermekverseket. Sőt, már is kezdtem.
egy középosztálybeli családban születtem, és az olyan 75-re tudok visszaemlékezni, olyan folyamatos anyagi emelkedés kísérte ezt a családot. Lakótelepi lakásba kezdtük, de aztán egy nagyobb lakásba mentünk, majd meg egy szebb társasházi lakásba, Trabanttal kezdtük, stb. Tehát, hogy minden rendben volt, nem csak, hogy éhez nem kellett, de meg nélkülöznöm nem kellett, de biztosítva volt az, hogy tovább tanulhassak, stb. De ha az ember érzékeny, akkor meg a problémák jönnek. Tehát elkezdtem úszni, amit talán nem kellett volna, az engem fizikailag is és pszichésen is megviselt. Az úszás az egy nagyon kemény sport, nagyon szép sport, és főleg aki eredményt ér el, annak érdemes csinálni. De én valahogy nehezen viseltem ezt a megterhelést. Ezen kívül diszkalkuliás vagyok, ami azt jelenti, hogy a reál tárgyak nekem nem mentek jól. Nem mentek jól, az mindennapi stresszt, meg gyomorfájással való napkezdést jelentett, és az, hogy nem voltam sikeres se általános, se középiskolában. Nem tudtam odafigyelni órán, inkább csak bámultam és ábrándoztam. Mostantól visszatekintve azt kell mondanom, hogy ezek nagyon fontos részei voltak az életemnek, mert a kudarcot is át kell élni, hogy meg tudjuk jeleníteni. Másrészt az ábrándozás az bevezetés az íráshoz. Az író is folyton ábrándozik, és az ábrándjainak egy részét megírja, aztán még sokszor átírja. Édesapámmal rengeteget jártunk horgászni. Hatalmas élmények gyűlt össze bennem erről, remélem lesz majd egyszer irodalmi megjelenése is. Itt most nem pontosan a halfogásról beszélek, hanem a természet közeliségről. Édesapám olyan ember, aki próbálja a legtöbbet kihozni a hétköznapokból. Rám is jellemző. Nagyon régen sírtam. Talán a első vagy a második gyerekem születésekor. Azért pedig egyszer sírtam, amikor főiskolán volt egy vizsgám is, és pult vizsgáznom kellett, és az nagyon nehezen jött össze. Ennek már lehet, vagy 30 éve. Nem tudok sírni. Valahogy leszoktam róla, vagy nem tudom. Jó lenne visszatérni a síráshoz. Kötelező olvasmány volt gimnáziumban, első osztályban a Gogoltól az Orr, és a tanárnő olvasta fel órán. Egyszer lenyűgözött. Azóta se tudok napirendre térni. Szokták Stendhallal kezdeni a realizmust, én inkább később tenném egy kicsit Gogollal. És az, hogy Gogolnál ez az elképesztően hétköznapi és izzig-vérig realizmus együtt jelentkezik a szürrealizmus, inkább a fantasztikummal, ez valami egészen csodálatosan mutatja a realizmus sokrétűségét. Annyira képtelen a valóság, hogy a fantasztikum része a valóságnak. A realista írónak nem kell visszafogni a fantáziáját. Szindbád szeret a városmajorban sétálva gondolkozni, szemlélődni. És most a nyomozás is erre vetette. 100 éves porták vannak itt, nem pusztán házak, porták. Egykor a belvárosban is ilyenek álltak, csak a századfordulón lebontották őket, helyet adva az emeletes épületeknek. A házacskák előtt néhol öreg házas párok üldögélnek. A nők barna virágmintás fejkendőjükkel, a férfiak keményre vasalt hófehér ingükkel, holló fekete mellényükkel, ujjasukkal, csizmába tukott szárú bricsesz nadrágjukkal, részvéttel és szomorúsággal vegyes komikus hatást keltenek. Gyakran bámulnak a földre. Nehéz eldönteni, vajon azoknak a hieroglifáknak a jelentését akarják-e kiböngészni, amelyeket épp az előbb rajzoltak öntudatlanul egy elszáradt japán akác gajacskával, vagy magával a földdel ismerkednek, amely hihetetlen bár, de hamarosan új otthonuk lesz. Ha valaki elvetődik feléjük, az egész délutánra elegendő beszéd témát ad nekik. Találgatják, s nem nyugszanak, míg ki nem derítik, hogy hívják, honnan jött és mi áradban van.
Egy szemérmetlenül ölelkező, egymást fogdosó párt meglátván fejüket csóválva elborzadnak. Viszont ha egy tisztességes fiú vagy lány hozza nagyszüleinek bemutatni jövendőbeliét, olyankor eszükbe jutnak hajdani verőfényes májusi délutánok, mikor a reggeli istentiszteletről ráérősen hazafelé sétáló lányok szándékosan elelejtették zsoltáros könyvüket, hogy a tekintetükkel odahívott legény kivehesse fedőlapja alól a titkos találkára hívó üzenetet. A városmajorban sétálgatva elképzelhetetlennek tűnik, hogy itt olyan ember lakik, aki embert ölt. Csak hogy Szimbád egy detektív, rendőr. Tudja, a valóság merészebb és kiábrándítóbb az emberi képzeletnél. Egyik ihlető forrásom a családi legendárium, és ennek a legerősebb törzse az apai nagyszülőknek a meséi és történetei, amelyekben természetesen a valóság és a képzelet keveredik. Rengeteget hallottam, ők reggeltől estig beszéltek, és úgy mutatták be a 20-as, 30-as éveket, a második világháborút, a Rákosi korszakot, a 60-as évek, mintha tegnap történt volna, és meg is tudom érteni, mert én is már 50 éves elmúltam, és a 10 éves koromban átért élmények is olyanok, mint a tegnap éltem volna meg ezeket. Tehát ez egy kimeríthetetlen forrás. Kiderül, hogy nem csak kiváló novellista, nem csak kiváló regényíró, hanem kiváló humora is van. A Szimbád regényei közül a Szimbád a forradalmát a Művészasztal felolvasó színház sorozatunk egyik alkalmával színre vittük, és egy úttörő csapat keretében nyomoz az ő Szimbádja. Minden volt ezen a művészasztalon, mint a Mókus fenn a fán induló korabeli, rákosi, korszakbeli jelszavak, plakátok, és azt kell mondjam, hogy hát lubickoltunk benne. Egy rákosi barokk szatíra született az ő Szimbád a forradalmárából. Nagyon érdekes tematikájú novellákkal találkoztam, amelyek a Magyar Naplónál megjelentek. Ő a sztálini korszakot, illetve a diktatúrák időszakait vette nagyító alá, és abban részben a hatalom emberét, azt a kiszerű embert, akit a hatalom önmaga is eltorzított, és ettől nagynak érzi magát, noha képességeiben nem az, másfelől pedig a megfélemlített, a kifosztani akart kisember. Feleségemnek nagyon fontos szerepe van, nagyon összetett személyiség, és gondolom, hogy vagy 10-15 karaktert létrehoztam belőle. Legközelebb a Szonya figurájához áll, a Szindbád a Szibériában is a technikben, de nem azonos vele. Szonya szinte már egy angyal, egy valódi húsvérnök nem kell angyalnak lennie. De nagyapámból is nagyon sok karaktert formáltam, egyik sem azonos vele, és talán nagyapám és a feleségem a két, apai nagyapám és a feleségem a két legmeghatározóbb szereplő a regényírás szempontjából. Úgy ismerkedtem meg vele, vagyis úgy figyeltem fel rá, hogy bicikliztem itt az Ószőlő utcán, és ő pedig jött az erdő felől két barátnőjével. És amíg elmentem a kereszteződésbe a biciklivel, ez olyan 2-3 másodperc lehetett, akkor felfedeztem és megtetszett. Tehát ez egy olyan de lehet, hogy 3 másodpercnyi volt ez az időszak, amikor megtetszett és belé szerettem. Ez pontosan elég egy ilyen szép történet kezdetéhez. A Schiffer Árpád, vagyis más néven Szindbád a detektív, úgy néz ki, mint a kisebbik fiam. Olyan szőke, olyan szép ember,
A gondolkodás módja, a ravassága viszont a nagyobbik fiamtól van. Tehát ők is így belefolytak az írói munkásságomban. Nagyon fontos, hogy a feleségem Beregé, egész életemben, mondom, jártam Beregbe, és nem lehet véletlen, hogy egy beregi lányt vettem el. Egész életemet az irodalom tölti ki, én is író vagyok, és a feleségem egy irodalomtanár. Ez sem lehet véletlen, tehát ez ilyen véletlenek nincsenek. Nagyon kötődöm ez a régióhoz, nem azért, mert világon a legszebbnek tartom, hanem mert kötődnöm kell, hiszen ez az, amit ismerek, és íróként felhasználtok. De amikor azt mondom, hogy ismerek, valójában nem ismerem, folyton olvasom a helytörténeti irodalmat, és folyton beszélgetek idősekkel, és minden nap feljön valami, amiről nem tudtam. Tehát voltak éppen, ezt sem ismerem. Van egy érdekes történelme van, és a természeti szépsége is lenyűgöző, különösen a Bereg természeti valósága, ahová 6-7 éves korom óta járok, először vittek, aztán később autóstoppal, most pedig már én vezetek. Egy naményi lányt vettem feleségül, és ez sem lehet véletlen. A Bereget a Tisza uralja, és noha tudom, hogy szabályozott a Tisza, a felső Tisza vidékén is, de mégis megadja az ős természetességnek az illúzióját, és az illúzió is nagyon fontos. Nagyon sokat járok, sokat írok a Tiszáról, a Beregről is, és még nagyon szeretnék. Egy kimeríthetetlen téma. Ha az elmúlt 100 év történetét, történelmét szeretnénk megismerni a mi vidékünknek, legyen ez Bereg megye, Szatmár megye vagy a Nyírség, akkor olvasunk csabai regényeket és novellás köteteket. Én úgy gondolom, hogy ő Móricz méltó utóda és követője. Egy olyan világot rajzol föl néhány mondattal, olyan erős atmoszférája van a szövegeinek, hogy azonnal beszív és elvarázsol. És aztán ezt még meg tudta számomra mindig fejelni valami újjal. Mindenből lehet irodalmat készíteni. Mindegy, milyen nyelven él az író, és milyen nyelvi környezetben él. Mindegy, hogy falun vagy városban, mindegy, és az is mindegy, hogy milyen társadalmi osztályban. Igen, engem nagyon érdekelnek a lecsúszott egzisztenciák, vagy a kevésbé jó módú emberek. Talán azért, mert nem közöttük nőttem fel. Lehet, hogy a koldusok lettek volna a szüleim, akkor próbálnék elmenekülni ebből a környezetből. Így viszont azt gondolom, hogy épp olyan érdekes az ő életük, mint az arisztokratáké, vagy a csúcsértelmiségieké. Minden érdekes a világon. Az ő életük is része a valóságnak. Nem szabad az idealizálás hibáját elkövetni. Az, hogy valaki szegény, az egyáltalán nem jelenteti azt, hogy ő erkölcsileg nemes. Nem értem közöttük, és ezért forrásaim megint a nagyszülék, az apai, illetve a feleségemnek a nagymamája, ő is sokáig élt. Általában egy nagyszüleim sokáig élnek, van, aki majdnem 100 évig. És kimenni és hagyni, hogy napokon keresztül beszéljen arról, hogy mi történt a faluban, az egy fantasztikus élmény. Az idős emberek, a falun élő idős emberek elfogultak önmagukkal szemben, az ő saját világukkal szemben. Veres Péter mondta azt, hogy van egy paraszti felfogás, hogy az egyetlen igazi munka az a paraszti munka falun, mindenki más ingyen élő. Persze nem mindenki gondolja így, de azért ez eléggé elterjedt. Ugyanakkor meg egyik pillanatról a másikra, amikor a környezetében élőket, a szomszédokat kezdik kibeszélni, akkor megjelenik a kritika, hogy ez is hiszik, az is, stb. Tehát falun ez a két dolog egyszerre van, egy nagyon kemény munka, és egy nagyon romboló tökkelütöttség. Tehát minden jóval és rosszal lehet találkozni falun, ugyanúgy, mint a városban, és ez a színes világ, ez érdemes arra, hogy megörökítsük. Olyannyira megtetszett az egyik novellájának a tartalma, hogy kitettem, mindig egy mondatot tudunk kitenni a Magyar Napló élére, és ez tőle úgy hangzott, hogy a sztálini humanizmus eszme, vagy valami hasonló volt a,
a második szava, a sztálini ember szeretet, tehát valami ilyesmi, egy ilyen groteszk megfogalmazás. Nos, ez a szemlélet jellemzi a történelmi tárgyú írásait, noha nagyon komoly szituációkat, kuláklistázást, kitelepítéseket és egyebeket szólít meg. A másik gyökérzete viszont jellegzetesen Szabolcs-Szatmári. Nekem Szimbádon kívül, nekem mindig az az érdekes, és a történelmi tárgyú írásaiban is, ahogyan Szabolcs-Szatmárt, Nyíregyházát, a tirpák létet és ennek a dokumentumait megeleveníti. Mindig van benne egy csipetnyi humor vagy irónia is, ami esetleg megadhatja, úgymond a morális tartalmát, hogyha azt érti az olvasó. De sosincsenek kimondott igazságok benne, vagy nincsen kihegyezve soha semmiféle morális üzenetre, különben nem lenne jó. Legfontosabb a sztori, hogy mondjuk így inkább a mese. Mindent arra fűzök föl. Tehát sosem írok úgy, hogy valami mondani való van úgymond a világról. Pláne nem, hogy igazságot akarok osztani, vagy valami nagy felismerésre akarom juttatni az embereket. Talán az egyetlen gondolat, ami visszatérő, az, hogy a világ rettenetesen bonyolult. Hogy nem a jó és a rossz vívja örök harcát, hanem sok igazság, meg sok hazugság, meg sok féligazság keveredik, és az igazság gyakran nagyon szubjektív. De ezt soha nem írom ki le, meg soha nem mondom ki. Csak szerintem valami ilyesmit ki lehet szűrni a regényeimből. Nagyon keveset filozofálok, sőt, szinte egyáltalán nem bölcsekedek, hanem jöjjön a történet, ami magával ragadja az olvasót, mert az olvasót elbűvölni, szórakoztatni nagyon fontos. Ez a próza ős szerepe, szórakoztatni az embereket. Szórakoztatás számomra egy nemes dolog. Hiszen a katarzis is egyfajta szórakozásnak a legfelső foka. És aztán a történet megadja a lehetőséget, hogy a karaktereket is szépen csiszoljuk és fejlesszük. Az elején rögtön felvázol egy világot, amiben hirtelen otthon találjuk magunkat, és utána nagyon hirtelen, és leginkább tényleg ilyen dramatikus módon párbeszédekben mutatja meg a karaktereket, úgyis jellemzi őket sokszor. Tehát nem feltétlenül találunk hosszú leírásokat, hogy az adott karakter, akit beszéltet, milyen. Néhány jelzés van, de még a nyelvében, a szavain, a mondatain és a reakcióin keresztül bomlik ki egy-egy karakter. A párbeszéd az a kedvencem. Párbeszéd. Olyannyira, hogy néha a regényeim úgy érzem, hogy átmenetet képeznek a dráma és a epika között. A párbeszéd azért nagyon jó, mert két dolgot lehet egyszerre elintézni vele. Az egyik a jellemzés, karakter, ábrázolás. Hát beszéltetni a szereplőt, annál nincs hálásabb. Akkor nem kell elmondani, hogy milyen, hanem elárulják őt a saját szavai. Másrészt pedig a párbeszéd ugyanúgy viheti tovább a cselekményt is. Nem a mindentudó elbeszélés mondja meg, hogy mi fog történni, hanem az olvasó kiszedi ezt a párbeszédből. A szereplők utalnak rá, hogy miben törik a fejüket, mit fognak csinálni, és így is tudjuk követni a regényt. Azt érzem, hogy ő fölrajzol egy olyan nagyon erősen ilyen vegetatív, burjánzó világot, amiben olvasóként beleveted magad és szimplán élvezed. És az már csak egy extra, hogyha még utána jársz, hogy akkor ugyanez a szál hol bukkant föl máshol, de anélkül is teljesen jól elvarázsol. Van egy lineáris vonulat. 1908-tól 44-ig szól a Szindbád a detektív, 44-től 48-ig a Szindbád Szibériában, 48-tól 56-ig a Szindbád a forradalmár is, 56-tól 61-ig az Inspektor Szindbád. Majd az utolsó kötet fog úgy 61-től 71-ig, 75-ig. Tehát ez egy ilyen egyenes vonulat. De kaptam a Corvinától egy felkérést egy Sherlock Holmes-os történet megírására, amelyben Sherlock Holmes mellett a másik főszereplő, az a Schiffer, aki szerepel a Szindbádos vonulatban is. Tehát van egy ilyen oldalsó elágazás 1928-ban, amit szintén folytatni szeretnék, tehát így egymás mellett fog ez működni ez a két sorozat. Ezen kívül pedig vannak olyan
novellák, amelyek a fősorozat egy-egy szereplőjének az életének egy-egy mozzanatát jelenítik meg. Egy novella az egy fordulat az életben. Több fordulat az már egy elbeszélés, több elbeszélésnyi terjedelem pedig egy regény. Tehát korábban elkezdett dolgokat befejezek egy másik novellába vagy egy másik regénybe. Időben is előre visszalépek, illetve a történet logikát tekintve is egy lehetőséget egy másik műben fejtek ki bővebben. Nehéz követni. Eddig 9 könyvet írtam, és már most is előfordult egyszer, hogy egy dolgot 2 regényben is leírtam, nem tudom, észrevették-e mások, és ahogy igyekszem többet és többet írni, valószínűleg, hogy még nehezebb lesz mindenre visszaemlékezni. El szoktam olvasni egy-egy részletet a korábbi műveimből, valami nem világos, de az egész könyvet újra nem olvasom el. Meg tudja íróként csinálni azt, hogy az a Nyíregyháza, amiben én járok, annak az utcáit, amiket én a hétköznapi valóságban ismerek, az ő regénye révén megtelik egy sajátos múlttal, ami egy fiktív múlt, mert azokat az alakokat ő találta ki, ő helyezte el, de annyira erős írói világgal jelenítettem meg, hogy én azután már úgy tudtam járni a városban, hogy bizonyos épületekről eszembe jutottak az ő regény alakja és az ő történetei. Tehát egy legendát épített a város köré és a környék köré. Bárhova megyek, notesz nélkül nem tudok kimozdulni. Ha fürdök, ott van mellettem a hokedlin, ha alszok, ott van mellettem. Munkahelyen ott van, ha kocsit vezetek, ott van, olyankor mondom a feleségemnek, és ő írja bele. Ezek a feljegyzések olyan 5-10 másodpercig tartanak. Az, hogy naponta 24 órába írok, az nem elhatározás kérdése, vagy hogy 24 órában író vagyok, hanem ez... Hát 7 éves koromban döntöttem el, hogy írásra akarok foglalkozni, de akkor még költő akartam lenni. Már voltam vagy 14 éves, mikor átmentem a mondjuk egy prózaírói pályára. És a napi 24 órai ihletettség az nem elhatározás kérdése, hanem ez egész egyszerűen olyan adottság, amivel rendelkeznie kell egy írónak. Hogyha valaki mondjuk biztonsági őr akar lenni, kell, hogy fizikailag erős legyen. Ha kosárlabdázó akar lenni, kell, hogy mondtam, ne 150 centi legyen, hanem legalább 180-175. Az írónak az, hogy mindent irodalommal tud átformálni és akar átformálni, ez megint egy előfeltétel. Hiszen ötletek bármikor jöhetnek és jönnek is. Ha mindennapi tevékenységhez kapcsolódva jönnek az ötletek, az is nagyon fontos, sőt, az is előfeltétel, hiszen a mindennapok valóságához való kapcsolódást teszi a könyvet, a művet realistává, ami szerintem a ábrázolás csúcsa. Én a realizmus abszolút elkötelezettje vagyok. A Krúdy-féle Szimbárnak semmi köze nincs az én Szimbáromhoz. Egy dolgot leszámítva, ami viszont nem lényegtelen dolog, hogy az én Szimbádom 1000 szállal kapcsolódik Bagdadhoz, hiszen gyermekkora nagy részét ott töltötte. A Krúdy-féle Szimbád pedig kapcsolódik az 1001 éjszakához, ami szintén nagy részt Bagdadban játszódik. Tehát Bagdad a meccéspont. Az irodalomban az egyik legfontosabb, illetve az egyik legjobban kifizetődő eszköz az exotikum. Az erotika, meg a csattanós befejezés, meg a nyelvi humor mellett még az exotikum, ami nagyon jó. És Bagdad, meg a Közel-Kelet, meg ez az egész iszlám világ, ez igazán a hagyományos exotikum Magyarországon, amelyhez azért valamennyit értünk. Nagyon szeretnék írni Kínáról, meg Japánról, vagy Indiáról, de túl távoli kultúrák. Kéne 50 év, hogy felkészüljek. Lehetett volna más nevet is választani, de Ali a detektív, vagy Hassan a detektív mind-mind olyan röhelyesnek tűnt.
Szibéria nagy álmom. Szeretnék eljutni úgy is, mint egy újabb mű, Szibériában játszódó mű által, meg a magam fizikai valóságában is. Szétnéznék Szibériában. Vagy 200-szor akkora, mint Magyarország, tehát sok mindent nem fog tudni pár hét vagy hónap alatt bejárni, de remélem egyszer eljutok oda. A magyarok a Szibériából ide tartó utat megtették 2-3 ezer év alatt. Remélem, ez nekem hamarabb fog sikerülni eljutnom oda.